A népzene és néptánc kedvelői a kulturális és oktatási közösség felhívására neveztek be a városi szemlére Pancsován. Moram da kažem da smo uspeli ipak da realizujemo s obzirom da dve godine nije bilo takmičarskog dela u folklornom stvaralaštvu. 2020. godine uopšte nije bilo zbog koronavirusa, a 2021. godine uspeli smo da organizujemo revijalno i to je, da kažem, bila jedna uvertira za ovu godišnju smotru. Az esti műsorban mindössze 4 műsorszám volt versenykategóriában. 3 csapat csak a bemutató programban vett részt. Voltak, akik most először léptek fel a szemlén, de olyanok is, akik folyamatos visszatérők. Zapravo guslari se rađaju. To je jedno nasljeđe koje dolazi negde, genima se prenosi od nekih dalekih predaka, mi smo u nekoj večitoj zapravo borbi za slobodu, za pravdu, za istinu i one se bore da to nekako dokažu. Pancsova nemzeti sokszínűségét a szemle műsora is tükrözte. A szerb mellett magyar, román és montenegrói népzenét és néptáncot is bemutattak a művelődési egyesületek csoportjai. Ja sam nekih 20 i kusur godina, 25 godina sam u žiriju Pančevačke opštine, bio sam i na zonskim smotrama se tiče Vojvodine. Pa verovatno je korona učinila svoje. Jako mali broj nam se ovaj put prijavilo, imali smo svega 7 učesnika. A felnőttek számára megrendezett városi szemléről a zsűri döntése alapján a legjobbak részt vehetnek majd a délbánáti körzeti szemlén, amelyet június 25-én tartanak, ugyancsak Pancsován.